csomogásra, kikelő derűvel, tali csókolással. Lehet, hogy szerelme földerül majd mással, de az is ringassa, ringassa, ilyen ringatással. Kikelő derűvel, tali csókolással. Lehet, hogy szerelmed földerül majd mással, de az is ringassa, ringassa, ilyen ringatással. De az is ringassa, ringassa, ilyen ringatással. Ez nagyon szép volt, de lehet, hogy gyerek dalt kéne énekelni. Nem ezt a műsort kértek? Hát nem. Nem, mert miért kértek? Hát valamit így a gyerekeknek. Egy gyerek műsor? Uh-huh. Azt... most ezt miért énekeltük el akkor? Nincs hát vagy csak így bevezetésképpen. Tedd le a fogalát szerintem. Az a baj, hogy most nem tudunk elmenni a gyerekekhez. Nem tudunk velük együtt játszani, nem tudok bekapogni hozzájuk, hogy gyertek ki a térre játszani. És most mit csinálunk? Van valami ötleted? Viszont van egy dal, ami arról szól, hogy bekapogunk. Ha más nem, akkor virtuális. Kire, én tudok kapolni, mutatom, nem csak virtuális. Hát ez nagyon jó, segítem kapolni. Hát azt szerintem a gyerekek is segítenek. Ez így, figyelj! Ez jó lesz. Ezt ők is tudják csinálni a másik oldalán a tévének, vagy a kamerának, vagy a nem tudom minek. Igen, biztos. A számítógépnek. Na, gyorsan emlékszem az első dalt, mielőtt elfogadom. Na, figyelj, várj, figyelj, ja. Minden svéd, minden út vezet valamelyre. Ha szerint, hogy hova jutsz, győrbe derred szembe. Minden házon kapuva, minden házon ablak, ha lekopogsz meg tudod, milyen névek vannak. Minden házon kapuva, minden házon ablak, ha bekopogsz, ha bekopogsz, ha bekopogsz meg tudod, milyen névek laknak. De jó volt ez. Hát figyelj, bekopogtunk hozzá, de senki nem fog ajtót nyitni. Hát igen, mert ügyesek és okosak. Azt kell megtudnunk, hogy otthon vannak-e, és hogy figyelnek-e a gyerekek. Szerintem igen? Biztos, hogy mindenki otthon van. Megmondták mindenki, hogy maradjanak otthon, biztos, hogy otthon vannak. Ezek szófogadó jó gyerekek. Persze. Mondjuk az én gyerekeim nem voltak ilyen szófogadók. Nem mondod. Hát miért? A kisebbik fiam, amikor óvodás volt 4 éves, azt találta ki, hogy ő a nagyfiú, olyan vagány, tudod? Tényleg? Persze, és majd ő egyedül megy óvodába. Na. Hát csak mondtam neki, hogy nem tudja bekötni a cipőfőzőjét, nem tudja begombolni a kabátját. Tényleg. Majd ha megtanulja, akkor mehet óvodába. És megtanulta? Meg. Képzeled, másnapra megtanulta. És akkor most mit csinálta? Elengedtem, mert megígértem, megígérünk valamit, azt be kell tartani, de trükkös voltam. Na, mi mit csináltál? Mint a szülők általában. Ő ment az utca egyik felé, tudod, én megkövettem autók mögül, bokrok mögül. Nagyon benne. Hétfő, kedsz, nagyon ügyes volt. Az a felé, pénteken akkor volt a baj, nem volt időm előbe menni. Jaj, és egyedül jött haza. És mi történt? Ha mi történt? Tudod, mi volt már pénteken? Ha honnan tudnám, már mondd. Nem mondom. Akkor a vagány, gondolom, nem láttam. Hogy bement az olyba, fogta a sapkát, földött a szekrény tetejére. Nem áll. Beesett meg. Komolyan. Sálat szétdobált a folyosó, kesztyűt, szétrugdost a csizmát, mélynek a... óvónénik rendet tettek, jött haza ebéd után, mert nem volt ott a hús, nem talált semmit, mert a helyére tett. Komolyan. És elindult haza, egy kabátot fölhúzta a pólóra. És térdig érő hóban, egy póló, a sapka kesztyű nélkül, benti cipőben elindult haza. Fú, kitalálom, nem tudom kitalálni, mesélj tovább. Megbetegedett. Mire jött, ha tudod, találkozott valakivel útközben, akivel nem kellett volna találkozni. Jött vele szembe. De ki? Jött a nátha, és azt mondták hátha. Azt mondták talán.
ez egy gonosz, ez egy gonosz, bacilus, más. Mit tehetnék most? Hívos. Egy orvos. Csak az a baj, hogy pénteken délután nálunk faluhelyen nincs orvos. Hát szerintem máskor sincs. Hát azért ez nem komló. És mit csinálta? Hát most képzeld el, beviszem szegény gyereket a kórházba ügyeletre, és akkor a szegény gyereket, tehát szívajt hozzá. Ne. Á, no. Van egy barátom, a János doki, ő nem ilyen magas doki, ilyen alacsony. Na. No. Persze. És nem is fehér köpeny a mászkát. Piros kardigán. Ha félhetően is orvos. De orvos. Kisfiam nem tudja. Jó. Mindig kihívva azt, hogy a Varu, gyere, játszunk kicsit, megbirkózunk, és megtapogatja. Nézd ki a szádat, megjövő. És ad nekem alma léve, belekeverem a gyógyszert, na, megissza és kész. Nagyon jó. Mindig föl szoktam hívni telefonon, na. És jön és meggyógyít. És ez hogy néz ki, amikor felhívott telefonon? Na megmutatom, figyelj, na, akkor én leszek a János doki, igen. Te meg legyél a kisfiam anyukája, jó? Jó. Fölhívjuk, úgy fog jelentkezni, hogy János doki jó. Van. És én mit te megmondd, hogy a Bartus anyukája vagy. Jó. Jó? És amit kérdezte, válaszol. Biztos? Jó, most fogd a telefont, nyomogass, hogy 5-21 akármennyi. Jó. Tedd a fülethez. Várj, ezt a itt, igen, fülemhez. Jó, na, figyelj. Gyerekek is, vegyék el ilyen játszásiból a telefon, tegyék a fülükhöz és beszéljünk a dokival. Mehet? Mehet. Kicsang, kicsang. Remélem, otthon van. Nem veszi föl. Halló, János doki vagyok. Halló, itt a Barnus anyukája. Á, szervusz. Gondolom, beteg a gyerek, azért hívsz, mi? Beteg. Megfázott ebben a hóban, mi? Ah, ne is nem vigyáztál rá, de mindegy, jól van, hagyjuk. Köhög a gyerek? Köhög. De hogy köhög így? Finoman köhög, affektálósan, nem akar óvodába menni, vagy így blöööö, nagyon köhög. Így. Nagyon köhög, az nem jó. Folyik az orra a gyerek? Haj, folyik ám, hogy ne folyna. Zárjátok el a kerti csapot. Milyen csapot? Ja, azt nem lehet elzárni az órát, jó, várj, akkor köhög. Láza van a gyereknek? Jaj, van, láza ja, is. De mekkora láza van, mértétek? 4 hektár, 26 köbméter, 32 kiló, 10 deka. Magas láza van, jó, magas láza. Aztán mi van még? Torka fáj a gyereknek? Fáj. Na, de hogy fáj a torka? Ellenőriztétek? Há, hogy lehet azt ellenőrizni? Na, mondom, figyelj, anyuka. Úgy, hogy adtok neki egy 10 dekás Milka csokit. Ha gyorsan megeszi, így legyen, nyam, akkor nem fáj a torka. Ha lassan nyeli, legyen, akkor fáj a torka. Na, készítsetek ki az asztalra egy 20 dekás Milka csokit, azt majd én megeszem, és nyissátok a kertkaput, mert modéja felé jövök a szőlő, hogy felül nem neki menjen. Na, mindjárt jövök, viszont látásra. Na jó, van viszontlátásra. Nézzük, ilyenkor mit csinál egy komoly orvos? Na mit? Futott a doktor. Egyszer is sokszor. Stabletát nyertem. Csepeket is nyertem. Csnizdik a torkon. Néznék a nyelvem, hogy talán hátha, előkerül ez a gonosz nátha. De szerinted előkerült a nátha? Nem. Tudod, én gyerekkoromban azt hittem, hogy elvisznek a doktor bácsihoz, ő kiveszi a betegséget a számból, beledobja a kukába, és már gyógyultam. És ez nem ezt történik? Nem. Semmit sem fejlődött az orvostudomány azóta, amióta én gyerek volt. Olyan régóta semmit. Igen. Azt mondta a doktor bácsi, a János doki, ugyanazt mondta az én kisfiamnak, mint annak idején nekem az én doktor bácsi. Na mit mondod? Nem szabad jeget, havat, jégkrémet meg fagyit enni, nem szabad rohangálni, szaladgálni, bukfencezni, ugrándozni, nem szabad menni óvodába egy hétig. Egyiket sem? Ez egyiket sem szabad. Hát ez komoly, mondta. Ez nagyon súlyos. És még az én kisfiam nem szokta ezeket a szabályokat betartani. Például ha most ő ilyen lenne, ő nem mosná meg a kezét. Na, soha nem mosta meg a kezét. Tényleg. Nem tudtam rávenni sehogy. Komolyan. Félj, én le tudnám venni. No, simán. Hol? Hát nekem van erre énekem. No, én látom az én gyerekeimet, én csak azt mondom, hogy énekelünk, és akkor énekelünk és kezet mosunk. Van egy ilyen dal, hogy az énekel és kezet? Hát persze. Erre nagyon kíváncsi vagyok. This is the way we wash our hands, wash our hands, wash our hands. This is the way we wash our hands, early in the morning. De ez nem tűnt fel, hogy ez nem magyarul van? Ugye ez angolul van. Igen, ez angolul van. Nem tudnád esetleg elénekelni, hogy ez ne angolul legyen? De el tudom énekelni, úgyis ne angolul legyen. Hát, simán. Köszönöm szépen. Akkor simán. Énekeljük, úgyhogy ne angolul legyen, jó? Mehet. Két baj van
nagyon ezzel a dallal. Na, most mi a baj, amíg hát ez, hogy mondjuk nem magyarul volt. Hát azt mondtad, hogy ne legyen angolul. Nem volt angolul. Jó, németül akkor volt. Meg kell fogalmazni pontosabban a kérdéseket. Jó, akkor elmondom. Jó. Most elénekeljük még egyszer németül, hát ha vannak olyan gyerekek, akik Németországból itt nyaradtak, és nem tudtak visszamenni, és itt vannak, hogy ők is tudják, hogy kell kezet mosni. Na. Viszont nem így kell. Vagy meg kell törölni a kezedet. De nincs törőköz, ez a lényeg. Akkor most. Meg kell szárítani, de nem így, hanem így. Hát de kiugrik az izületed. Nem, ez a másik, erre nem ugrik. Jó, na akkor ezt énekeljük még egyszer, és amikor van, ott majd én jövök. Jó, mehet? Hände waschen, Hände waschen, mein liebes Kind. Hände waschen, Hände waschen, bis sie sauber sind. Nun sind die Hände sauber, ja. Doch leider ist dein Handtuch da. Drum müssen wir sie schütteln, 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 schütteln. Müssen wir sie schütteln, bis sie trocken sind. Ez így jó volt? Ez most úgy még elmegy, ez sok még nem érzem a kezeimet. De figyelj, az előbb azt mondtad, hogy ne angolul legyen, meg az a baj, hogy ne németül legyen. Akkor elénekel neked magyarul, most tetted nekem, aztán nem probléma, tudok én minden nyelven, minden nyelveket. Most azért tettem el a hangot, akkor jobb lesz? Igen. Süssük, süssük, ja nem is így van, hát mindig összekeverem, de úgy van, hogy mosom, mosom valami, azt is ez megmondom, hogy mi. Nem így van ez. Mert? Nem lehet sütni semmit, addig, amíg nem tiszta a gyereknek a kezdet. Ezt mondtam én is, nem elkezdtem a sütni, aztán gyorsan jövőtöltem de is. De ez nem így van ez a dal. Na. Először kell egy dal, amivel a gyerekeknek megmossuk a kezét. Én úgy csaptam be a fiúkat annak idején, hogy azt mondtam nekik, hogy nem kell kezet mosni, mert ezt utána. Ja. Hanem, hogy meg kell fürdetni a mannót. Milyen mannót? Figyelj, mutatok. Mindenkinek van mannója a zsebében. Figyelj, mutatok. Na. Mindjárt előveszem az én mannómat, és akkor tudom, gyerekeknek is van mannója. Figyelj. Gyere, mannó, szépen lassan, óvatosan, úgy ez az. Mutassuk meg a sacinőnek, hogy gitározik a mannó, jó? Gyere. Ez nem gitározik, már ne szólok hozzá, össze-vissza rudossa, meg verdesse el húrokat. Jó van, na. Jó, hogy neked pengető kell? Hát azt nem tudtam. Ott van hátul a zsebemben, ugor le, érted? Óvatosan. Másik manó. Kettő van. Kettő. Sokáig kell nyugodtan ülni, manó, manó, manó. Ha nem szabad a gépet nyomni, szerintem próbáljátok ki a kamerákkel, felnőttek is, akik nem biztosak benne, hogy melyik a jobb kezű, bal kezű, igen, akkor mehet. Azt kell, nem bonyolult, figyelj. Nem. Lassan kezdjük, azt kell csinálni, amit mondok, és mutatok, jó, figyelj, mehet. Jobb kezem, kettőt kell tapsolni, minden jó, két kézben. Jobb kezem, bal kezem, jobb kezem, bal kezem. Jobb kezem, jobb zsebem, bal kezem, jobb fülem, jobb kezem, bal zsebem, jobb a... Ez jobb kezem, jobb zsebem. Mindegy, hagyjuk, ez most nem ment. Inkább menjünk onnan, hogy ha azt már mondod, szép, ne. Tiszta a kezed, sütni. Akkor sütni. Azt akartam, de fél, akkor sütni. Így van, akkor meg. Mindenkinek otthon rengeteg lisztje van. Az biztos. Cukor. Az is van. Teljes kérlősi cukor. Tök minden, mi van. Minden. Barna liszt, zöld liszt. Most rétes már van zsizsikes liszt is. Most már van. Igen. Abból van. Húzad arra is zsizsikes van. És még élesztő is van. Élesztő is van. Merészes élesztő is minden. És most már mehet az, hogy süssön, süssön valami, azt is megmondom, hogy mi. Lisztes, legyen keleges, töltelékes, jó édes, sodorban tekerve, jó van.
iga rétes, kerekes és édes. Ez annyira jó, bár szeregéken még egyszer nekem mondja. Jó, még egyszer, ez ilyen lányos dolog, de én inkább ilyen rántott pörkölt tetszett. Jó, akkor már. Sissin, sissin valami, azt is megmondom, hogy tisztes legyen kerekes, fölkeléges, jó édes. Tetszett. Ez nagyon jó. Hogy mondjam el, már várjál. Képzeld el, amikor én ilyen fiatal lány voltam, akkor nagyon szerettem ám sütni. És hát most is szeretek sütni, csak most így már ugye megöregettem, és jártam. De hogy öregedtél meg? Ja, de amikor kisebb voltam, ilyen fiatalabb, akkor fú, tök jól olyan fiatalnak lenni amúgy. Hát én csak ennyi a problémád? Hát nem probléma, csak egy kérés, egy ilyen kívánság, hát egy vágyállom. Bármikor fiatalá tudok varázsolni. Komolyan. Persze. De hogyan? Nem, te nem tudtad ezt? Nem, hát ezt pedig így jó lesz? Így, vágj egy ilyen vidám arcot, hogy örülsz. Zsizgulok. Igen, ilyet, hogy örülsz nagyon. Igen, várj. Hogyha várom a csodát, vagy mit? Igen, fogom a varázspálcát. Tehát ezt egy fakonál. Azt te csak gondolod. Figyelj, oda megyek, nézzél rá, mosolyogjál, és egy pillanat alatt nagyon fiatal lesz. De várjál, de nem békává fogsz változtatni. Nem, mondom fiatallá. Azt akartad? Szeretném, igen. Jó. Tessék, figyelj! Hogy mondjuk, hogy összeketem egy két olyan, mint hogyha így mondtál. Például, igen, figyelj! Csiribú, csiribá, a saci legyen fiatal! Jaj, de azért nem ilyen kicsi szerettem volna lenni. Nem mondhatod, hogy hány éves szeretnél lenni. Változtass vissza, Rici! Hát, csiribú, csiribá, saci legyen újra 33 éves! Ó, de jó vagy! Azt hittem már, hogy ilyen kicsi maradok már örök életemre. Gyere, segítek fölkelni. Vigyázni kell. Ne szorakadjon, és ezt hogy csináltad amúgy? Hát ez nagyon nagy varázslat. Szerintem tanulni? Persze, meg tudod tanulni. És van ehhez egy más felszerelés is? Szemadod oda? Várjál, ez nem lehet hülyeskedni. Ez úgy van, pontosan így kell fogni, mert ha így fogod, akkor fakanál. Ha így fogod, nevelőeszköz. Ja. Ha így fogod, és úgy gondolsz rá, mint egy varázspálcára, akkor varázspálc. Nem, az egy másik is. Fogd meg ezt, ez egy varázsköpönyök. Fogd meg ezt, ez egy varázssík. Most szórakozom? Nem szórakozom. Az előbb szórakoztam? Nem szórakoztam. Na, akkor most elénekelek egy dalt, és hát, ha te is megtanulsz mindent varázsolni. Mindig azt kell csinálni, amit mondok, figyelni. Megmondtam már az esze, jó varázsló úgy leszel, hogy a helyén az eszed, és bevallod, ha félsz. Megmondtam már az ersze, jó varázsló úgy leszel, hogy ha helyén hoz eszed, és ne hallom, ha félsz. Varázspálca a kezedbe, furra falak a fejedre, földig ér a köpenyed, és ne hallom, ha félsz. Eleve fordítva van rajtad. Jó, hát nem. Jó, nem. Hát, nem olyan egyszerű varázslás. Na figyelj, meg vagyunk. Nem kell bekötni. Mehet. Abrakadabra, ugat a macska, csiribocsiri, cincog a csacs, hókuszös bókusz, nyávog a bókus. Abrakadabra, azt hiszem baj van. Sosem tudtam, hogyan kell, mindig összekevered. Sosem tudod, hogyan kell, mindig összekevered. Ezt kicsit összekeverted. De nem figyeltél kicsit. Ezt adod, ezt neked... Most hadd előtt előtt én már veszünk olyan jövőségre beszélsz, hogy cincog a mókus, mert nem tudom, mit csinál a csacsi. A csacsi az nem csinál ilyeneket. Én ismerek ilyen mesét, abban kocsit húz a csacsi. Kocsit húz a csacsi. Kocsit húz a csacsi. Te nem ismered ezt a mesét. Mert melyik mese az? A brémai muzsikusok. Tehát tényleg bőveletlen ember vagy, mert micsoda. Grimm mese, brémai muzsikusok. Ja, olyan persze. Grimm, brémai muzsikusok. Azt tudom. Na. Várjál. Surdai szerepel benne, úgy van, hogy hol volt, hol nem volt. Hol nem? Volt egyszer egy gazda, hol? És volt neki egy szeke. De ez hol lakott ez a gazda? Hát a Molnár volt. De nem volt neki semmi. Oroszlói. Molnár volt. Ja, Molnár volt és Oroszlói volt. Igen. És volt neki egy szamár. Várjál! Így, legyél te szamár. Most miért én? És a szamár, várjál. Vigyed ezt.
ez lesz a malomba, viszed a zsákhoz. A malomba? Vitte a malomba, vedd így a hátadra. Így jó? Igen. És azt énekelte, hogy... Mit? Hát énekelte. Kicsi, de mennyi, mint a nagyon nehéz lenne. Kicsi kocsit húz a csacsi, kicsi kocsi nyekerek. Egyre gazdag, lusta, gazdag, zsírozd meg a kereket. Csacsi görnyed, de nehéz a félzsák, búza sarogja. Egyre gazdag, lusta, gazdag, mikor élsz a malomba. Kicsi kocsit húz a csacsi, kicsi kocsi nyekerek. Egyre gazdag, lusta, gazdag, zsírozd meg a kereket. Csacsi görnyed, de nehéz a félzsák, búza sarogja. Hely te gazdag, lusta gazdag, mikor élsz a malomba. Jadadajdaj, 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 jadadajdaj. És a szamár nagyon megöregedett. Nagyon megöregedett. Kihullott a lába. Ki? Megőszült a füle. Alig tudta már cipelni a búzás zsákot. Nem. A gazda pedig nem volt jóféle ember. Nem? Azt mondta magába. Várjál, mondom magamban. Nem mond. Hát akkor nem fogja hallani senki a magamban. Mond hangosan, hadd hallják a gyerek odaát. Benne a lakásban. Hely, de megöregedett ez a szamár. Jó lesz az így? Szerintem jó lesz. Hely, de megöregedett ez a szamár. Alig tudja már húzni a búzába. Mit tud húzni? Alig szekeret. Tudja már cipelni a búzát. Nem tudja szekeret. Húzni. Szekeret. Bocsit. A bocsi. Alig tudja már szekereket húzni a bocsit. A kocsit. A kocsit, a bocsi. A malomba. Alig, malomba, alig tudja húzni a malmot a szekérre. És akkor, hát megöregedett. Meg. Hát nem fogom megvárni, még tovább öregszik. Fogok egy bunkós botot, kihegyezem, azzal fejbe vágom, megnyúzom, a bőréből csinálok magamnak egy Adidas Nike tornacipőt, ledarálom a hussát, abból csinálok pixalámit, azt meg eladom a Komlón a piacon, a pénzből meg veszek egy Toyota szürke platós dízel autót. Azzal járok ezen túl a malomba. És a gazda elment, hogy kihegyezze a bunkós botját. Mennyi egyezte a bunkós botját, te? Csak hogy a szamár kireszeltem, hogy a gazdájával mi nagyon csúnyába sártikál, vagyis hát ami rossz van, töri a fejét, vagy valahogy úgy. Na mindegy, és azt mondta a szamár. Elmondom én is, hogy mit gondolt, mert ha gondolom, akkor senki se hallja. Tehát elmondom hangosan, mit gondolt a szamár, aki öreg volt. Ej, sok évig szolgáltam hűségesen a gazdámat, azt most ez a hála megöregedettem. Kiválsadta mindenem, de én nem fogom megvárni, amíg ez a halád ember, aki elárult engem, lebunkosgotoz. Inkább elmegyek. Elmegyek Brémába, az jobb messze van. Ott benyatkozok egy OK és tanfolyamra, muzsikus leszek, az be fogok robbani az ottani faktorba, X-faktorba? Tír-faktor. Tír-faktorba, azt rockstar leszek. Na, na jó van, megyek is, azt eltudok, mint a szamára ködbe. Na, a viszontlátásra. Csak várjál, tényleg egy számot. És mire a gazda visszajött, a szamárnak a hűlt helyét találta, mint szürke szamárnak a ködbe. A szamár írt egy dalt, ami nagyon nagy sláger lett 1974-ben, 4 millió letöltés volt a YouTube-on. Egy nap perc alatt. Egy perc. Ja, egy perc. A száma következő, szíveteszem. Ja, mutatom is. Elindultam Brémába, beálljak egy bandába. Azt hallottam, hogy jól élnek a városi zenészek. Ihá, ihá. Mutasd meg, hogy mengedél? Így ment és mendegélt a szamár az úton, és ahogy ment, mendegélt az úton, egyszer csak meglátott az út szélén egy kutyát feküdni, aki förtelmesen vonyékolt. Hát na, ez kicsit durva. Ez kicsit durva. Inkább azt mondanám, ott volt egy nagyon intelligens, nagyon jól képzett énekes, és gyönyörű szépen énekelt. Na, halljuk! Hogy miau? Olyan nincsen. De most várjál már. Hagyjál, kibontakozik. Jó, van úgy, hogy... Várjál, várjál, várjál.
Neked mi bajod van, hogy ilyen föltelmesen vonyékolsz itt az utcérén? Valami bajod van? Vagy nem vonyékolok, hanem énekelek. És akarsz volna beszélni? Nem énekelni akarok. Ne, inkább beszélni. Musical, elénekelek. Nem. Nem. Inkább mesélj róla, légy szíves nekem. Nyugodjál megfele, lélegezzél mélyen be, aztán ki, engedd el a feszültséget. És most beszéljél róla. Nagyon szép életem volt eddig. Együtt jártunk a gazdámmal vadászni. Ő volt a jégermester. Szerette nagyon. És? Na? Megöregettem. Ne. Igen, úgy volt, lelőttem a fácánt, odahoztam, megsütöttük, megettük, egész délután pihentük. Aztán megöregettem, nem működik már a lábam rendesen, az orrommal se hallok, ahogy kell. A gazdám vett magának egy lézerpuskát. Tudod, az milyen? Ne. Oda lő, oda. És ott megdöglik a vadmalac. Ez szörnyű. Ajjaj. És na. Vett magának egy szürke, patós dízel Toyota. Olyan. Azzal be tud menni a dzsindzsásba. Én már nem kellek neki. Nem. És arra gondoltam, na. Akkor inkább énekelek, addig van még elpusztulok. De várj, mit csináltál, és akkor te ott került ide, amit te... Föltobott a dízel platós Toyota. Igen. Elhozott ide Sikondáját. Nem á. Kidobott, megkötött egy macaggal, azt mondta, ott pusztuljak. Hát gondoltam, addig énekel. Ezt a hálát, Nem érdekel az egész. Hanem mit csináljak? Nekem sok jobb ötletem van, hogy én éppen Brémába tartok. Hát gyere velem! Ha fölcsapok én zenésznek, te is elférsz a bandába. Én énekelni fogok. Nem. Te dobolni fogsz. Én vagyok a főnök, én osztom ki a szereteket. A Tomus az nem zenész, az a zenészek barátja. Az jó lesz? Jó leszel barátnak. A kutya az a legjobb barát. Az a zenészek legjobb barátja. Mindenki a legjobb barátja. Gyere, van egy számom, gyors lehet. Igen, hogy van. És akkor elindultunk elindultunk Brémába. Van benne olyan, hogy van? Van. Akkor jó, akkor menni fogsz. Ja. Elindultunk Brémába. Látom egy formába, azt hallottam, hogy jól élnek a városi zenészek. Iáhi, áhi, iá, fau, 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 fau. És ki van végre egy ilyen csermezik, ha másosabb azt mondják egy ilyet? Várj! És akkor tapsolnak majd, mint az őrültek. Na! Ja. Igen. És kezdve így megyünk Brémába. Ez ilyen lazasság? Nagyon lazasság van. Így mentünk. Figyelj, így mentünk. Figyelj, mentegéljünk. Mentegéljünk. De figyelj, hogy mengedéltek így kettecskén, egyszer csak megláttak az utcán egy macskát. A macska ott heverészett, és úgy nézett ki, mint a veszedelem, mint a háromnapos esős idő, te. Köszönöm az instrukciót, fogd meg, én leszek a macska. Na. Bőr az egér, csont a farka, beszorult az egér lyukba. Bőr az egér, csont a farka, beszorult az egér lyukba. Jött a macska, nem, de jött a macska, ne kérdezni, mondja, jött a macska. Megsajnálta, hamarjában, megkóstolta, bepuszírta, nem, mert, meg, na mi figyelj, jött a macska, jött a megtalálta, hamarjában, megkóstolta, megcsókolta. Figyeld a szöveget, jött a macska, lassítva, jött a macska, megtalálta, hamarjában, megkóstolta, megpuszilta. Nagyon rákattant az agyadal a megpuszilásra. Mindegy, akkor megpuszilta. Jó, most nem az elemmel. Na jó, semmi baj, semmi. Kérdezz, mondja. Baj van. Mi a baj? Nem jön nézni ezt a rúzsaszín mastit a fejedet. Ez föltelmesen nem áll jó neked. Én legyek a szamár? Persze, az én outfitemben sokkal jobban passzol ez a rúzsaszín. Jó, Most nézd meg! Ha nem sokkal jobb. De, jó. Macska, ez a szöveg, hogy macska, kérdezem, hogy miért nyilvánkolsz, ez az? Jó, nem kell túljátszani. Nem egy nagy szerep, figyelj. Macska, miért nyilvánkolsz ilyen borzasztóan? Elfelejtettem a szöveget, ezt akkor... jobban, akkor cseréljük vissza. Mégis neked kell azt mondani, nem tudom, miért nyilvánkolok. Annyi nő hisztit hallottam már, profin tudom, figyelj, kérdezed. Na macska, mi bajod van neked, hogy így nyilvánkolsz az útszélén? Jaj, ne is kérdezd.
Kérdezem. Jaj, mondom, az a bajom. Nagyon szép életem volt eddig. Képzeld el, ridikülté. Nagyon szép életem volt eddig. Együtt éltünk a gazdaszonyommal, jártunk együtt ridikülbe, pedikülbe, manikülbe, habikülbe, és nagyon jó életem volt. És aztán mindig doromboltam neki, fogtam az egeret, megöregettem. Ne. Kicsorgult a körme. Elfogyott az energiai talom? Elfogyott az energiai talom is. És a gazdaszonyom azt mondta, nem kell neki ilyen nyelvákulás, mert vett magának egy ultrahangos egérfogó. Ez komoly. Igen. És azt mondta, nem kellek, szólt a Molnárnak, földobott egy ilyen platós dízel Toyotára, elhozott a sikondáig, hogy kidobtak, futottam, megbotottam egy macagot, vagy nagyon szőrös, csúnya, büdös állat, és nagyon megért. Jó, van ezzel nem álljon, kell túl játszani ezt a szerepet. De, jó, van, most elmondtad a szöveget, most én is tudom. Figyelj. Ja, most azért. Macska, macska! Ne sírjál, macska! Jó, van, nem bánt a kutya. Már nem bánt a kutya, nem... Most mit csináljak? Kutya nem bánt, kiúlottak a fogai, nem harapja senkit. Figyelj. Ott a kutya, nézzék itt a kutya. Nem bánt a kutya. Jó, van, már nyugi, nem bánt a kutya, nem bánt. Jó, kutya, nem bánt. Gyere velünk Brémába. Na. Te értesz az éjszakai nyelvákoláshoz. Akkor te leszel az énekesünk. Figyelj. Tényleg? Egy mikrofon, te leszel az énekes. De tök jó. Inkább szép vagy, mint okos. Tessék, így. Bajod van neked meg. Na, és amikor az a rész lesz, hogy minyáó, akkor te jössz. Figyelj, ez a sláger, hogy elindultam Brémába, leálljak, ide bele énekelje, ide bele. Nem nézik el? Nem nézik el, énekel. Elindultam Brémába, leálljak, azt hallottam, hogy jól érzek, a város is szemészek. Te együtt léptél fel a pléje? De voltál a back? Ide tartsad, nem a várjál, két kézzel fogjad meg. Így. És nye mozgosz, nye piszkálírosz. Jó, na még egyszer, kicsit gyorsan. Így nem mozog, csak énekel. Elindultam Brémába, beálljak egy bandába. Azt hallottam, hogy jól élnek a városi zenészek. Így mindenképpen kell egy menő. Na, várja, ez meg. És mendegérünk? Jó, ja, mendegérünk. Várja, a kutya is mendegér, igen. Hadd ide nekem azt a nalvára. Odaadom a kutyát. Mendegérjé. Menjünk. Jó, és... Lazár. Mentek. Mendegértek. Mendegértek. Tudom, hogy te mesélj, de azért tudom mesélni. Jó, mondjad akkor, mesélj, figyelj. Úgy van, hogy mentek, mendegértek, és ahogy mentek, mendegértek, egyszer csak elsétáltak egy ház előtt. Igen? A ház előtt volt egy kerítés, a kerítésen egy kapu, és a kapun ott ült egy kakas, amely borzasztó kukorékolásba kezdett. Jó. Vagyis hát már abban volt, már nem kezdtem. Énekeljük el a dalt, jó? De hol a kakas? Jó, akkor fogd meg, én leszek a kakas. Hát nincs is kakas. Én leszek a kakas. Én leszek minden állat, mert most nincsenek a gyerekek. Mindenkit én helyettesítek. Most ez nem az a műsor. És ez nem jó? Nem, ez a másik bőrömbe vetted ki, ez nem a díszlet. Ja. És akkor ilyen visszafogottnak kéne lennem? A kakasnak, nem visszafogottam, kakasnak, ez nem kakas. Kakas. A kakasnak, nem, ez a tarénak, taré. Jó? Na ez kakas, de viselkedjél már. Most néz egy csomó ember téged, de nem látod őket, de ő mind téged néz. Jó, mehet akkor. Na. Hogy van? Mi? Pálkata Péter jöhet. Na, de mi köze a kakashoz? A kukorékolásom. Pálkata Péter, jó reggel, már oda tűn a nap felkel. Szól a kakasunk, az a nagy parajú, gyere ki a réteg, kukorékó. Kukorékó, Kérdezz meg. Ez az én bevett szokásom, te kakas, neked miből van, hogy egyfajtában kukorékolászol? Mi a bajom? Jó, ezt kérdezem. Nagyon szép életem volt eddig. A gazdasszonyomat mindig én ébresztettem. 3:45-kor. És a 6:10-es szágyi busszal ment be Pécsre dolgozni. Hova? A Hauniba. Nagyon megörült. Minek? Amikor én ébresztettem, nem kellett neki ezzel foglalkozni. Jó, hogy? De aztán megöregedett, és már nem szeret dolgozni. Vett magának egy iPhone 5-ös hatost. Ne szólnak hozzá már. 5x6-ost. És az olyan, hogy van benne ilyen
ébresztő funkció. Én biztos szundi is van. Megnyomja a szundit, alszik fél tízig, akkor elmegy a dokihoz, kér igazolást, hogy fáj a fetem, fejem, mert migrénye volt, és aznap nem megy dolgozni. Ne szórakozzon. Én megkukorékkolok, kukorékkolok, idegesített. Se fáj a fejet, ugye, mi? És hát azt mondta, hogy most elvágja a torkomat, és kakas pörkölt lesz belőle. Hát én nem csodálom ezt. Hát én azt nem fogom meghagyni, nem fogom nem megvágni, nem hanem vágni. Inkább énekelek addig, amíg el nem pusztulok. Hát már ne erőtesd ezt a kukorékolákolást. Mi csinálj? Mert tudunk, sokkal jobb az a halálnál, mink. Mi már megmenekültünk, mi megyünk Brémába. Szerintem gyere velünk Brémába. Engem is bevettek már a zenekarba. Igen? Te is lehetsz a zenekarunk egyik oszlopos tagja. Ha elmegyünk Brémába, bevágódunk a T-faktorba, akkor a sztárok leszünk, kaszálunk, mint az állat. Vállalatok vagyunk, azért kaszálunk, igen. Gyere velünk, jó. Jó. Ja. Na, van énekünk is, egy passzas, és van benne kukorékolás. Kukorékolás? Nagyon jó. Minden van benne. Akkor megteszünk. Minden van benne, figyelj. Egy, két, há, és elindultam Brémába, beálljam egy bandába, azt hallottam, hogy jó. Hogy itt lesz egy díszlet, és akkor folytatjuk onnan, hogy bemennek egy betyárt anyába. De biztos ez lesz. Persze. De én nem vagyok ebben biztos, mert inkább nézzem meg egy könyvből, mi lesz. Jó, én nem hiszek ezzel a kakasokból. Akkor most mi legyen? Hát szerintem csináljuk azt, mindjárt jön a fade out. Igen? És akkor, akkor nekünk már nem kéne itt lennünk. Elköszönünk. Az egy durva dolog. És egy másik alkalommal folytatjuk. Akkor köszönjünk el. Viszontlátásra. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük. Legközelebb folytatjuk. Na, valahol. Igen. Valamikor. A fade out után. A fade out. Menjünk úgy, hogy bemegyünk egy sötét, sűrű, kerek erdőbe. És megmutatjuk az erdőt, és egyszer csak majd kijönjünk. És megmutatjuk a sűrű, sötét, kerek erdőt. És ott van. És onnan folytatjuk. Most menjünk ide hátra. A sűrű, sötét, fekete, kerek erdőbe. Sziasztok! Sziasztok.